Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit 2022. év novemberi soros testületi ülésünk alkalmából. Megállapítom a határozatképességünket, Hévízi képviselő úr jelezte előre távolmaradását. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére megkérném Major Attila képviselő urat, amennyiben vállalja. Ha elfogadjuk, akkor kérem készfenyítással szavazzuk meg. Köszönöm, tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Napirendünk annyiban módosulna, hogy a bejelentések 8. pontjának a TOP plusz 2.1.1 kötőjel 21 kódszámú önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, az óvoda energetikai pályázata. Érkezett egy jelzés a Békés megyei önkormányzat részéről, hogy ennek a keretei kifogytak, és így igazából ne erőlködjünk ezzel a pályázattal. Én azt javasolnám, hogyha elfogadjátok, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le akkor a mai napirendünkről. Aki egyetért vele, kérem szépen készfenyítással szavazzunk róla. Köszönöm szépen. 6-1 hangú igennel a testület elfogadta. És akkor rátérnénk a napirendre. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés köztett fontosabb intézkedésekről, valamint a harmadik negyed évben átruházott hatáskörben kijutott települési támogatásokról. Itt kérném a tisztelt képviselő urat, hölgyeket, hogy nézzék meg, és ha kérdés van bármely résszel kapcsolatban, akkor tegyék fel napi rendelőt. Van-e kérdés a lejárttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, és elfogadja a tisztelt testület, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja, kérem készfenyítással szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a lejártat elfogadta a testület egyhangulag, és akkor rátérünk a napirendünkre, aminek szokásosan első pontja a Szociális Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról. Itt átadnám a szót elnök asszonynak a beszámolóhoz. Parancsoljon! Köszönöm szépen! 2022. november 22-én ülésezett bizottságunk zárt ülés keretében eseti települési támogatásokról döntöttünk. 4 fő részére ítéltük meg összesen 20 000 forint összegben. Kérem a beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen! Van-e kérdés a átruházott hatáskörbe végzett beszámolóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja, kérem készfenyítésre szavazzunk. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. A második beszámoló Békés Szent András Nagyközség önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről. Itt megkérném Kisszúja Nikolett kolléganémet, hogy röviden ismertesse a testülettel a beszámoló lényegét. Tisztelt képviselőtestület, elkészítettük beszámolókat a 2022. évi harmadik negyedévi teljesítésről. A 2022. évi önkormányzati költségvetésünk eredeti előirányzatát 1.37.830.000 forintban hagytuk jóvá. Ez az első év folyamán a 2021 évi pénzmaradvány elszámolásával, valamint az első fél évi beszámoló adatai alapján került módosításra 2.168.649.000 forintban. A harmadik negyed évben az intézmények saját hatáskörben módosították előirányzataikat, ezek főként beruházásokhoz kapcsolódtak tárgyeszköz beszerzéshez 800.000 forint értékben. Az erre vonatkozó rendelet módosítás előterjesztése jelen képviselő testületi ülésen benyújtásra kerül. Így az módosított bevétel-kiadási előirányzat, a kiadási bevételi előirányzatok főösszegét megváltoztatták. 2022. szeptember 30-án így ez 2.169.449.000 forint lett. A harmadik negyedévi teljesítés adatai alapján elmondhatóak, hogy a tárgyévi kiadások 64%-ban teljesültek, míg a tárgyévi bevételek 96%-ban. A kiadások időszerűek és időarányosan történtek felhasználásra, míg a bevételeknél elmondható, hogy a bevételek 100% fölötti arányban teljesültek, az államháztartáson belülről származó bevételeink pedig időarányosan.
A harmadik negyedév végi összegben terv összességében megfelelően történt a felhasználása az előirányzatainknak, és időarányosan történtek meg. Kérem a tisztelt képviselőt, testületet a beszámolóról szóló tájékoztató elfogadására. Köszönöm. Köszönöm szépen. A gazdasági bizottság tárgyalta, Hévízi képviselő távollétében Virág Sándor elnök úr fogja a bizottsági véleményeket elmondani. Parancsolj, Sándor! Köszönöm szépen! A bizottság tárgyalta a harmadik negyedévi beszámolót. Itt elmondható, hogy a kiadások a megnövekedett energiaárak miatt egy kicsit magasabbak, de a bevételek 90% fölött realizálódtak. Én nem emlékszem, hogy ilyen teljesítés történt-e volna az önkormányzati életében, hogy harmadik negyedévén 90% fölött, tehát majdnem 100%-on teljesül. Úgyhogy köszönet ezért az adózóknak, az adófizető cégeknek és magánszemélyeknek. Én úgy gondolom, hogy ez a 2022-es 2. évi költségvetés, ez biztonsággal végrehajtható volt, úgyhogy elfogadásra javasoltuk. Köszönöm. És köszönöm szépen. Úgy gondolom én is, hogy tényleg nagyon szép eredmény. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem készfelnyitással szavazzunk róla. Köszönöm szépen, tehát 6 igennel a testület tudomásul vette, elfogadta a beszámolót. Harmadik, Békés-Szentendrás Nagyközség önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Szintén Kiszújó Nikolett kolléganémet kérnénk meg, hogy legyen szíves röviden ismertesse, hogy miről szól a rendelet módosítás. Tisztelt képviselőtestület, a beszámoló alapján elkészítettük a beszámolóhoz kapcsolódó rendeletmódosításról szóló tervezetünket. Ennek a beszámolót figyelembe véve, illetve az intézményi átcsoportosításokat, amely 800 ezer forint értékben történtek meg. Itt a klímabeszerzések tették indokolta ezeket a döntéseknek a meghozatalát, míg a bevételi előirányzatoknál átcsoportosítás történt meg, valamint a bevételeknél előirányzat növelés történt meg, többek között a helyi adóból származó bevételeknek a teljesítési adatai alapján, valamint a működési bevételek is indokolttá tették. Így az előirányzat csökkenés és növekedés szerinti különbözet alapján 5.382.000 forintnyi tartalékot szeretnénk kiadási előirányzatként meghatározni. Ez alapján a rendelet tervezet szerinti javasolt módosított előirányzat a bevételi kiadások előirányzatára vonatkozóan 2.281.040.000 forint. Kérem a tisztelt képviselőtestület a rendelet tervezet megtárgyalására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szintén a gazdasági bizottság előtt volt, átadnám a szót Virág képviselő úrnak. A rendelettervezetet egyhangulag elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, minősített szavazás szükségeltetik hozzá. Szavazásra bocsátom, aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem készfelnyitással szavazzon róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Következő Békés-Szentendrás Nagyközség önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó döntések második forduló, ugye a koncepció készül már a költségvetés elé. Szintén Kiszújó Nikolett kolléganőmé lesz a szó ezzel kapcsolatban, parancsolj neki röviden ismertesd a testülettel. Tisztelt képviselőtestület, elkészítettük a 2023. évre vonatkozó koncepciónkat. Az elmúlt évekre elmondható, hogy rengeteg olyan negatív hatással kellett számolnunk, amely nagyban korlátozta és befolyásolta a gazdálkodásunk ütemét, ezért az önkormányzatunk elsődleges célja a közfeladatok ellátása és a korábban önként vállalt feladatok maradéktalan ellátása, és az ehhez szükséges anyagi eszközök számbavétele, az alapvető működéshez szükséges források kimutatása. Ez alapján határoztuk meg a működési jellegű kiadásainkat, amelyben a legnagyobb terhet a személyjuttatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki, ez a költségvetési működési kiadások 76%-át közelíti meg, majd a dologi kiadások 22%-ot tesznek ki. Személyjuttatások között, mivel a garantált bérminimum összegét jelenleg nem ismerjük, így a éves szinten 10%-os emeléssel számoltunk, és ez alapján került megtervezésre a személy jellegű kiadások ezen sora.
Itt összességében elmondható, hogy igen nagy bérnövekményt fog eredményezni, így béremelésre, ezen kívül csak a bérmegtakarítási sorral rendelkező intézmények esetében javasoljuk az emelést, és ennek megfelelően a vezetői iránymutatásukat figyelembe véve a polgármesteri hivatal illetmény alapjának 5%-os növekedését vettük figyelembe, így az illetmény alap 66.500 forintról 70.000 forintra módosult, és ezt vettük alapul. Ez azonban csak akkor lesz releváns, hogyha a képviselőtestület 2023. január 1. napjától az illetmény alapot 70.000 forintra módosítja. Itt elmondható, hogy a garantált bérminimumra történő kiegészítés miatt az intézményi dolgozók 90%-ának illetményét érinti ez a bérminimumra való kiegészítés. Ehhez forrást fogunk kapni, várhatóan 33.381.000 forintnyi összegben. A továbbiakban ezen a soron került még az iránymutatás szerinti jutalma, a kafetéria juttatás, védőszemüvegek biztosításához szükséges kiadások, ruházati költségtérítések, a munkába járás támogatása, valamint a képviselői tiszteletdíjak és egyéb külső személyi juttatások is, valamint a rendezvények során fizetendő kiadások is e soron kerülnek elszámolásra. Összességében elmondható, hogy ezen kiadások jelentősen megemelkedtek. Dologi kiadások sora. Ezen a rovaton tervezésben még csak az intézményeknél jelentkező élelmezési díjak emelésével tudtunk számolni, amit 30% körüli összegben kalkuláltunk, mint emelkedés, és ez alapján a tavalyi teljesítési adatokat vettük figyelembe, hiszen az energiaárakkal kapcsolatos szerződések még nem állnak rendelkezésünkre, így azzal kalkulálni még nem tudtunk. Egyéb működési kiadások, itt a kistérség, illetve más civil szervezetek számára fizetendő keretösszeg került megállapításra, szintén az idei évi teljesítési arány számába. Működési jellegű bevételek, itt elmondható, hogy az államháztartáson belülről kapott támogatások teszik ki ezen bevételek 60-61%-át. Ezek a bevételek a költségvetés megalapozó első fordulóban már ismertetésre kerültek. Itt elmondható, hogy a támogatási összegek növekedtek, a szociális és gyermekjóléti feladatok emelkedett támogatási fajlagos összegeinek hála és az ellátotti létszámok növekedésének köszönhetően. Egyéb működési célú támogatásokat is kapunk az államháztartáson belülről, ennek tervezett összege 118.301.000 forint. Közhatalmi bevételek. Működési bevételünk 31-34%-át teszik ki. Jelentős forrást jelentenek költségvetésünk számára, és hozzájárulnak önkormányzatunk stabil működéséhez. Mivel adóemelési szándék került megfogalmazásra, így az adóemeléssel számolva várhatóan 21.146.000 forintnyi összegben fognak növekedni adóbevételünk, ugyanakkor a teljesítési adatok tükrében 42.672.000 forinttal tervezzük megemelni a 2022. évi előirányzatainkat, ez pedig a kivetési adatok, illetve a bevallási adatok irányozták elő számunkra. Működési bevételek, ezen a soron az intézményi ellátási díjbevételek kerülnek elszámolásra, melyek a működési bevételeink 6-7%-át teszik ki. Összességében elmondható, hogy hagynak még mozgásteret az összes működési jellegű bevételeink a kiadásaink fedezetére. Fejlesztési jellegű bevételekkel, illetve kiadásokkal még nem számoltunk, de nyilvántartásban vettük már őket, és ezeket a későbbiek során beillesztjük majd a költségvetésbe, hiszen még számos olyan döntés van, melynek meghozatala befolyásolja ezen iránymutatások szerinti sorok elkészítését. Igen. Megvizsgáltuk a gazdasági programunk
haladását. Itt is elmondható, hogy a turisztika idegenforgalommal kapcsolatban még vannak olyan törekvések, amelyek a gazdasági programban foglaltak alapján nem valósultak meg. Ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen a turisztikai fellendülés pozitív hatásai lehetnek a növekvő adóbevételek, iparűzési adó növekedése és a vállalkozások és munkahelyek létrejöttének lehetősége, illetve támogatni kell a Szent Andrási Íradó havilapnak az ez irányú fejlesztését is, mely hirdetési bevételek által finanszírozhatnák a lapnak a helyi megjelenését, és a következő évben a forrásává válhatnak. A közfeladatok hatékony ellátása mellett a programban foglalt fő irányelveket és fejlesztési elképzeléseket figyelembe véve határoztuk meg a 2023. évre vonatkozó költségvetésünk tervét. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a fentiek alapján a 2023. évre vonatkozó koncepcióban foglaltakat megvitatva járuljon hozzá a 23. évi tervezési munkák folytatásához. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen! Rendben. Gazdasági bizottság előtt volt a koncepció. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a nagyon szép munkát, összetett, jól értető munkát. Ezt nagyon jól kibeszéltük bizottság ülésen is. Egyértelműen két feladata van az önkormányzatnak, és a bizottság is ezt javasolta. Ebben a megváltozott gazdasági környezetben a munkahelyek megtartása és a folyamatban lévő projektek és fejlesztések megvalósítása. Itt a koncepcióban is kitértek rá a pénzügyes kolléganők, hogy igen, ebben a megváltozott helyzetben a bevételeket maximálisan be kell szedni, és úgy elkölteni, hogy minden forintja jól hasznosuljon. Elég bizonytalan ez az egész. Tehát amíg az önkormányzat nem rendelkezik szerződéssel a gázárakra, tehát nem tudjuk, hogy milyen kiadásokkal tervezhetünk, nagyon nehéz konkrét számokat mondani. A dologi kiadásoknál és egyéb kiadásoknál én úgy gondolom, hogy a maximálisat teljesíti az önkormányzat, ennél lejjebb már nem tudunk faragni a dologi kiadásokból. Így biztonságosan tudunk működni, és én úgy gondolom, hogy a 2023-as költségvetést ez alapján majd meg tudjuk tervezni, úgyhogy egy nagyon szép munka, köszönjük szépen, és akkor bízunk benne, hogy ezt be tudjuk építeni a költségvetésbe, egyhangulóan támogattuk, köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Van egy kérdés a koncepcióval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja, kérem készfenyítással szavazzunk róla. Tehát a testület megszavazta, tovább dolgozhat rajta a pénzügy, most már szigorúan a konkrét előkészítésen. És van még egy része ennek a napirendnek. Szintén átadnám a szót kis Szolyoniki kolléganőmnek. Tisztelt képviselőtestület! A nyár folyamán gyermekorvosaink kérelemmel fordultak a képviselőtestület felé, mely alapján 2022. június 1-i napjától óradíjszabásuk megemelkedett, és a 2023. év január 1-től a tárgyalások alapját képezte az eredeti kérelmükben szereplő óradíj megállapítása, és erről szól a határozati javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen. A gazdasági bizottság szintén tárgyalta ezt a határozatot is. Átadnám a szót Virág képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Ez egy régi döntés volt, ezt eddig felsőbb jogszabályok nem engedték meg, hogy a adómértékekhez hozzányúljunk. Nem. Gyermekorvosi. Ja, gyermekorvos. Bocsánat. Ez is egy régebbi döntésünk. Igen. Egyhangulag támogatta a bizottság a gyermekorvosi óradíjakat. Így van, így igaz, tehát ugye évközben nem tudtunk a hirtelen helyzettel mit kezdeni, viszont azt megígértük egy megbeszélés folyamán a gyerekorvosainknak, hogy a következő évi tervezésnél viszont figyelembe vesszük a kérésüket. Úgy gondolom, hogy mindenkit megelégedésére tudtuk ezt a döntést meghozni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, kérés? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom ezt a határozatot is, aki elfogadja, kérem készfenyítással szavazzunk róla. Köszönöm, tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Igen, két határozati javaslata voltam megalapozónak, és
Következő ötös számú napi rendünk Békésszent András Nagyközség önkormányzat képviselőtestületének helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítása. De ugye előzetesben itt is el kell mondani, hogy ezt a döntésünket igazából még 2020-ban meghoztuk, de azóta ugye a rendkívüli helyzet miatt az önkormányzatok nem módosíthatták a rendeleteiket, csak azok lejártával, és ugye ezt mindig november 30-ig meg kell tenni ahhoz, hogy a következő tárgyévre vonatkozóan érvényesíteni tudjuk ezeket. Szintén kis szójónik lett kolléganőmé a szó, röviden a rendeletekről, legyen szíves. Tisztelt képviselőtestület, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság 2022. október 20-ai ülésén tárgyalta az adórendelet tervezett módosítását, mely alapján a helyi iparűzési adó mértékét 1,8%-ra, az idegenforgalmi adó mértékét vendégészakánként 500 forintra, valamint az építmény adót üdülő, illetve gazdasági épületek után 1000 forint per négyzetméterre emelni. Ezt a rendelettervezetet tartalmazza az előterjesztés. Köszönöm. Én is köszönöm szépen az előkészítő munkát is. Szintén a Gazdasági Bizottság tárgyalta, parancsolja. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer elmondom, hogy a felsőbb jogszabály nem engedte, hogy ezt életbe léptessük. Minimális mértékű emelés történik. Igazából az iparűzési adó és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint az építményadó kerülne emelésre. Ez az önkormányzat a két éve nem nyúlt ehhez az adómértékhez. Sajnos a mi költségeink is növekednek, ezért szükséges minden bevételt beszedni, amennyire csak lehet. Ez igazából a Szent Andrási embereket, a vállalkozókon kívül, tehát a kommunális adót nem érinti ez az emelés, úgyhogy a bizottság elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület felé. Köszönöm, köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, és elfogadjuk a Gazdasági Bizottság által adott iránymutatást, akkor kérem, szavazzunk róla, minősített többség kell hozzá, ki elfogadja, készülőtársa jelezze. Tehát 6 igennel a testület elfogadta a rendelettervezetet, ami most már rendeletté válik. Következő Békésszent András Nagyközség önkormányzat képviselőtestületének a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára Burza Hungarika ösztöndíj rendszerben történő támogatásáról szóló 2017-es rendeletünk módosításáról lenne szó. Itt egy picikét ugye az történt, hogy a infláció és egyéb hatására egy kicsit gatyába kell ezt a rendeletünket rázni. Gazdasági és Szociális Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet. Átadnám a szót. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel nem volt egyértelmű a döntés. Nem. Itt most a rendelet. A rendelet? A következő, a hetesben lesz a... Jó, azt támogatta egyhangulag a bizottság, a keretösszeg kettő között, ugye? Szociális Bizottság is tárgyalta. Köszönöm. Igen, ugye itt az volt a lényeg, hogy az ösztöndíjpályázatnak az összegkeretét, a támogatási összeget egy kicsit kibővítettük, hogy nagyobb mozgásteret biztosítson a képviselőtestületnek, hogy esetleg, ha a költségvetés megengedi, akkor ugye nagyobb összeggel tudjuk támogatni a felsőoktatást. És a Környezetvédelmi Oktatási Bizottság is tárgyalta, Attila, parancsolját, adom a szót. Igen, köszönöm, végül is a lavinátat mi indítottuk el, évút az első bizottsági ülés, és ott került az a dolog, hogy tényleg ne kössük meg a kezünket, ez csak egy lehetőség, hogy amennyiben úgy ítéli meg a testület és a Gazdasági Bizottság a pénzügyi helyzet megengedi, legyen olyan lehetőségünk, hogy magasabb összeget, tehát a maga a előterjesztés erről szól, ez még nem jogosít fel bennünket arra, hogy magasabbat, de a lehetőségünk megvan rá, ezért kértük az jogi bizottságot és a Gazdasági Bizottságot, hogy véleményezze ezt a... Így van, és végül is a véleményezés pozitív volt, mind a két bizottság részéről támogató volt. Kérdés van ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Parancsolja egy szavazat. Akkor ezt még pár szeretném elmondani, hogy ahhoz, hogy a napirend bejelentések második napirendi pontjában az összegről dönthessen a képviselőtestület, ahhoz kihirdetése után hatályba kell léptetni, és a hatályba lépés pontos időpontját is meg kell jelölni. Ezért csak ezt el kell mondani. Rendben, mielőtt... mint a szavazás után gondoltam. Ja, jó. Ugye, okay. Mondjuk. Rendben van, tehát egy kicsit meg kell szakítanom az ülést, hogy hatályba lépessen a rendelet, amennyiben elfogadjuk. Aki elfogadja, akkor kérem készfenntársa
szavazzunk róla. Tehát 6 igennel elfogadtunk, és 5 perc szünetet rendelnék el. A szünet lejárt, és akkor átadnám a szót gyorsan jegyzőasszonynak. Igen, a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Burza Hungarika ösztöndíj rendszerben történő támogatásáról szóló 20/2017 önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2022 számú rendelet 2022. november 28 napján 16 óra 30 perckor kihirdetésre került, és 2022. november 28 napján 16 óra 38 perckor hatályba lépett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát innentől most már akkor tudunk dönteni majd a javadalmazás részében is. És áttérnénk a bejelentésekre. A bejelentések közül az első a 2023. évi OTP folyószámla hitelkeret igénylése. Ugye rendelkezünk egy biztonsági folyószámla kerettel hosszú-hosszú évek óta, igazából azért, hogyha véletlenül beszorulnánk egy-egy pályázat miatt, vagy bármi más egyébért, akkor legyen mihez nyúlnunk, ez egy tartalék az önkormányzatnak, aminek eddig 43 millió forint volt az összege, és ugye ez került most fölülvizsgálatra, leültünk egy megbeszélésre az OTP megyei vezetőségével, és ennek a revidiálása történt meg. A keret 80 millió forintra lett fölemelve, továbbra is használni nem szeretnénk, ha nem kötelező, de egy biztonsági tartalékként szolgáljon az önkormányzatnak, mert ha egy komoly pályázatnál szükség van önerőre, akkor ideiglenesen ebből tudjuk biztosítani. A gazdasági bizottság tárgyalta ezt a kérdést, átadnám a szót Virág képviselőnek. Köszönöm szépen. A gazdasági bizottság egyhangulag elfogadásra javasolta. Ez egy biztonsági tartalék, hogy polgármester úr is elmondta. Nem szeretnénk használni, de bármikor, bármelyik pályázatnál önerőként bármikor felhasználhatjuk, úgyhogy támogattuk. Köszönöm. És köszönöm szépen a bizottsági véleményezést. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja, kérem készfeljutással szavazzunk. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Jön a Burza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok támogatása. Itt ugye több bizottság is tárgyalta, elsősorban az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság. Átadnám a szót Major képviselő úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Igazából a 2023 évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatra 7 pályázat A típusú érkezett be, és egy darab B típusú pályázat érkezett, és a bizottságunk azt a javaslatot terjesztette elő a gazdasági bizottsági elé, amiről előbb már szavaztunk, éppen azért, hogy tényleg ne legyen megkötve a kezünk, ha esetleg bármilyen összegbe gondolkozunk, ami most már 1000-től 10.000 forintig terjed, ezt tudni kell, hogy ezt a pályázatot, amit mi megadunk, ez 10 hónapra szól, és ezt a megyei közgyűlés majd meg fogja valamilyen összeggel még támogatni, és ezt a országosan is azt hiszem megduplázzák, és akkor így kerekedik ki egy összeg, amit a adott tanuló meg fog kapni. Igazából, ha jól emlékszem, kettő fő volt, aki alanyi jogon úgymond jogosult erre a támogatásra, a többiek azok méltányosságból, de minden ilyen lyukat úgy gondoltuk, hogy támogassuk, hisz azokat, akik mai világban ilyen felsőfokú tanulmányokat folytatnak, támogatni kell. A bizottságunk támogatta a tanulóknak a támogatását. Köszönöm szépen, illetve a gazdasági bizottság pedig konkrétan is tárgyalta és javaslatot tett az összegekre. Köszönöm. A bizottság tárgyalta az ügyet, nem volt egyhangú a döntés a bizottság részéről. Itt igazából a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel a előző évben meghozott vagy megállapított támogatási összegeket javasolta a bizottság. Nem volt egyhangú itt a képviselőtestület, hogyha ha módosít rajta, akkor... Jó, rendben, köszönöm szépen, tehát ez egy fontos dolog. Kérdezném azt akkor, hogy él-e a képviselők közül valaki az egyéni módosító indítvány lehetőségével? Ad-e valaki egy új tippet, vagy pedig a gazdasági bizottság véleményére támaszkodjunk jelen pillanatban? Mert az azt hiszem 3 és 5 ezer forint volt, így van? Én is úgy gondolom, hogy a jelen gazdasági helyzetben
Így van. Elfogadható akkor a gazdasági bizottság véleménye. Aki egyetért vele, kérem szépen készfenyítással szavazzunk róla. Tehát 6 igennel elfogadtuk. Végül is csepp a tengerben, de így is segítség a végkészszertanulási fiataloknak abban, hogy tanulmányaikat tudják tovább folytatni. Köszönöm a véleményezést. Akkor ez így rendben van. Körösszögi kistérség több célú társulása, szociális szolgáltatásokról szóló tájékoztatása. Jegyzőasszony, kérlek, tájékoztass bennünket. Tisztelt képviselőtestület, a Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményétől október 15 napján érkezett egy tájékoztató az önkormányzat által ellátott szociális szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatban. A tájékoztató arról szól, hogy amennyiben a település kistérségi társulás keretében látná el a fenti feladatokat, kiegészítő támogatásra lenne jogosult. 2023 évben 20.341.270 forint többlet támogatás jelentkezne a tájékoztató szerint. Itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy a mi tehát az ő számításuk az engedélyezett létszámot veszi alapul, azonban a kihasználtság ennél alacsonyabb, és a jelenlegi ellátotti létszámmal számolva a többlet 16.170.400 forint. Azonban többletkiadással mindenképpen számolni kell, amennyiben kistérségi ellátásba adjuk ezt a feladatot, a központi igazgatási költséggel, ami nem ismeretes. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Gazdasági bizottság tárgyalta ezt a javaslatot. Köszönjük szépen a kistérségnek a tájékoztatóját. Én úgy gondolom, hogy egy jó működő szociális rendszerünk van itt Békés-Szent Andráson, az önkormányzat fenntartásában. Az, hogy a kistérségi szinten magasabb normatívát kapnánk, az nem biztos, hogy a szolgáltatás javulását, vagy bármilyen pozitív elmozdulást jelentene az intézmény életébe. Én szerintem jól működik, mindenki megelégedésére szolgálnak a szolgáltatás, a bentlakók, a házi gondozottak mindenki tekintetében, úgyhogy köszönjük a tájékoztatót, meghallgattuk. Rendben van, köszönöm szépen, én is úgy gondolom, hogy nem minden a pénz. Megoldjuk ezt a gondot saját berkeinken belül. Rendben, ez egy tájékoztató volt, tudomásul vétel jár hozzá. Van esetleg kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki tudomásul veszi, kérem, készfenyítással szavazzunk róla. Köszönöm. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag tudomásul vette a tájékoztatót. Következő, Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül támogatottak listája. Ugye tudni kell, hogy ezen a programon belül egy viszonylag komoly, tehát 800 kilónyi liszt mennyiség érkezett Békés-Szent Andrásra, amit egy többszörös szűrőn keresztül megpróbáltunk eljuttatni a rászoruló családok, rászoruló személyekhez. Mégpedig a többszörös szűrő egyszer a Szociális Bizottságunk vett benne részt, egyszer a családsegítő szolgálat vett benne részt, illetőleg még a védőnöktől is kaptunk, és a gondozási központtól is kaptunk információkat, tehát így áll össze egy komplett lista. Ami 120... nagyon nagy. 122 nevet tartalmaz. Itt ezeknek a kiosztását majd a családsegítő szolgálat fogja, illetőleg a gondozási központ intézni, illetve a fizikai segítséget pedig a település tudományi intézmény fog adni a kiosztáshoz. Mindenki értesítve lesz, aki jogosult a segélyre, és én azt tudom mondani csak, hogy használja mindenki egészséggel, fordítsa jóra ezt az adományt, ami tényleg egy közös búzából származik, tényleg egy nagyon szép program keretében kaphattuk ezt meg. Van-e még valami kiegészíteni ezzel kapcsolatban? Elmondtam mindent, nagyon jó. Szociális Jogi Ügyrendi Bizottság témája volt és tárgyalta, átadnám a szót elnök asszonynak. Így van, köszönöm szépen. Hát ezúton is nagyon köszönjük az alapítványnak, hogy ilyen lisztadománnyal segíti itt a rászorulóinkat, és örömmel vettük így a helyi szociális hálóval közösen, ugye 67 család és 55 fő idős ellátott fog liszt támogatásban jutni, úgyhogy ebben a formában elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! Van ezzel kapcsolatban kiegészíteni valójában?
nem, akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja, kérem, készfenyítésre szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület hangulat elfogadta. Következő önkormányzati tulajdonú gépjárművek, illetőleg a pótkocsi maradvány értékesítése. Már nem tudok itt mondani arra a vashalomra. Ugye, tudva levő az, hogy önkormányzatunk ugye értékesítésre szánja a volt falugondnoki, tanyagondnoki buszunkat, illetőleg egy Volkswagen Transporter típusú kis teherautót, valamint egy pótkocsi, traktorpótkocsi maradványunkat, és ugye ezek kerültek meghirdetésre, bizottság elé beérkeztek a elmúlt hét péntek volt a határidő? Nem, hétfő. Hétfő? 21-én 12 óráig kellett beadni az ajánlattételt. Ajánlattételt, és akkor jegyzi azt, nyártad már a szót, hogy... Tehát két ajánlat érkezett, az egyik határidőben, a másik határidőn túl, így az érvénytelennek minősítette a bizottság. Jó, és melyikre? A pótkocsira, ha jól tudom. Pótkocsira csak arra jött ajánlat, így van. Rendben van. A gazdasági bizottság bontotta, tárgyalta a dolgot. Köszönöm szépen, mindkét ajánlat itt volt, az egyik, amit jegyzőasszony elmondott határidőn túl, azt nem is vettük figyelembe, a határidőbe beérkezett, az minden szabálynak megfelelő volt, és a ajánlati ár elérte a kikiáltási árat, sőt valamennyivel magasabb volt, úgyhogy támogattuk az értékesítést. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Akkor aki elfogadja a bizottsági véleményt és határozati javaslatot, akkor kérem készfenyítéssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen. Tehát 6-1 hangú igennel a testület elfogadta. Következő cukicukrászda kérelme, itt januárra, februárra vonatkozóan minden évben szokott a cukrászda a bérleti díjából könnyítést kérni, 10.000 forintra mérséklést kérni. A gazdasági bizottság tárgyalta, átadom a szót elnök. Egy hangulat támogattuk, köszönöm. Köszönöm szépen, így van, tehát nem is, nagy is az infláció, nagyon magasak a rezsiköltségek, és nagyon kicsi a forgalom ebben az országban. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem készfenyítésre szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Kedvencem az ITVT, mégpedig ugye beérkezett ajánlatok megtárgyalása. Ez pontosan, hogy milyennek a szép neve az ITVT-nek? Integrált települési vízgazdálkodási terv. Nagyon szép, tehát ugye eddig a vízkár elhárítási tervünk volt az elsődleges, most az ITVT, miután az már majd lassan elkészítésre kerül, akkor most van egy újabb, több milliós papírmunkánk, amit meg kell csinálni. De meg kell, mert a pályázataink miatt meg kell, és sajnos a fő problémája az volt ennek a dolognak, hogy az ITVT tervezése nem fér bele a projekt tervezési költségeibe, ezért ugye ütőerőként kellett rápályáznunk. És a pályázat, illetőleg meghívásos alapon ment a tervezésre a legalacsonyabb árra a beszerzési szabályzataink szerint. Az ITVT-nél a gazdasági bizottság előtt volt a kérdés. Köszönöm, beszéltünk róla. Hát igen, ez egy olyan terveztetés, ami látható volt előre, próbáltuk belerakni a pályázat költségvetésébe, de a 5%-os előkészítési keretet nem léphette túl. Hát igen, ez egy közel 6,5 millió forintos megrendelés lesz, ami feltétel a 150 millió forintos projekt végrehajtásának, úgyhogy a legkedvezőbb ajánlat ez a 6 millió 350 ezer forintot elfogadásra javasolta a bizottság. Köszönöm. Így van, meg kell csinálni, és nem bízom benne, hogy a következő ilyen jellegű pályázatainknál már ez is meg lesz, tehát innentől kezdve sem fog problémát okozni, és ezt ugye a 2023. évi költségvetésünk terhére tudjuk majd megvalósítani, mint tervezett költséget. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja, kérem készfenyítéssel szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. A 8-ast ugye leemeltük a napirendről. Tájékoztatás a Széchenyi programirodával való együttműködésről. Ugye egy megbeszélés folyamán egy nagyon-nagyon jó és nekünk önkormányzat, illetőleg a Békés-Szentandrási akár vállalkozóknak, magánszemélyeknek egy nagyon kellemes irányú projekt látszik kialakulni, ugye, aminek
A lényege az lesz, hogy 2023. január 1-től minden hónapban egy napot rendelkezésre fog állni itt egy szakember a Széchenyi programiradától, aki a helyi civil és más egyéb pályázatok megírásában, menedzselésében tud segíteni, illetőleg az önkormányzati pályázatoknál is működik ez a dolog. És mivel ez is egy EU-s projekt maga, aminek a keretében történik, ezért ez számunkra teljesen ingyenes lesz, úgyhogy majd közhírálni fogjuk a település lakosai felé. És Település Üzemeltetési Bizottság előtt volt témaként, átadom a szót. Szépen, nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, és így a lakosság és a civil szervezetek is hozzájuthatnak hasznos információkhoz, főleg most az új uniós ciklus előtt, akár a vidékfejlesztés, akár a gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatban, és nem utolsó sorban az önkormányzatnak is Attila, egy szarvasi fiatalember fog kijönni, a Széchi Attila, ő egy nagyon talpra esett jó pályázatíró, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sok jó pályázatban tud segítségünkre lenni, úgyhogy támogatjuk. Így köszönöm. Van, rendben is. Köszönöm. Nevet nem akartam mondani, mert ugye nem kértem tőle meg az engedélyt, hogy nyilvánosan elhangoztasson. De gondolom én, mint projektmenedzser, Attila hozzá fog járulni mindehhez. Köszönöm. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy pozitív és támogatandó dolog. Aki elfogadja, kérem készfenyítással szavazzunk róla. Tehát 6 igennel egyhangulag elfogadta a testület. Békés-Szentandrást 0152 helyrejűszámú közterület földrészlet elnevezése. Na, a földrész elnevezésben jegyzett, hogy van otthon. Tisztelt képviselőtestület, 2016. szeptember 26-ai képviselőtestületi ülésen szándék született a Tanya 1 közterület átnevezéséről Annaligeti lakóparkra. A 276/2016-os testületi határozat azonban a házszámokat érinti, tehát az Annaligeti lakópark házszámokra módosulását érinti, és tekintettel, hogy a testületnek nem ez volt a szándék, hanem a közterület elnevezésének a határozba foglalása volt az eredeti jogalkotói szándék, így szükséges az akkori határozat kiegészítése. Erről szól a határozati javaslat. Rendben, Szociális Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Így van, köszönöm. Ugye ez a határozati javaslat elfogadása ugye azért is szükséges, hogy a maga a közterület elnevezése, illetve a házszámok összhangban legyenek. Ugye a házaknak egy eleve már a lakóparkra szól, az ott élőknek a lakcímkártyája, viszont a közterület önmagában a földhivatalnál még nem így szerepel. Rendben, köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan képviselők részéről? Akkor aki elfogadja a határozat kiegészítést, akkor kérem szépen készfenyújtással szavazzunk. Köszönöm szépen, tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Békés-Szentandrás Nagyközség önkormányzat bölcsödéinek téli zárvatartása. Itt ugye annyiban módosul a téli zárvatartás, hogy harmonizálni fog az iskolák, illetőleg a munkahelyek, tehát a szülők otthon létével. Ezért ugye intézményvezető asszony úgy tervezte meg, hogy december 22. napjától január 6-áig lesz a bölcsike zárva. Ezt ugye testületi határozattal kell elfogadnunk. Szociális Jogi Ügyrendi Bizottság előtt volt a téma. Hát adom a szót elnök asszony. Így van, köszönöm szépen. Igen, ugye a megnövegedett rezsi árak miatt is fontos egyébként, hogy egy ilyen téli szünet alkalmával ott tehát az intézményt is zárva lehet tartani. A dolgozóknak a szabadságát is ki lehet adni, illetve hát összhangban ugye az közoktatási intézményekkel úgyis a családok otthon tartózkodnak, úgyhogy így mellett meghatározva a téli zárvatartás. Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a zárvatartást, kérem készfenyítással szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Ajánlattétel a Békés-Szentendrés Szaros közötti kerékpárút karbantartására. Itt ugye hosszú idő óta bajlódunk azzal, hogy a KPM-től nem mi kapjuk meg a támogatási forrásokat, és alapvetően viszont a Békés-Szentendrés Szaros közötti kerékpárutat a Település Üzemeltetési Intézmény tartja karban évek óta. Ezért döntött úgy a testületünk, hogy szeretnénk hivatalosan is megkérni a közút karbantartótól, megkaphassuk a
kerékpárút karbantartásához szükséges állami támogatásokat is, mert ugye eddig más kapta a támogatást, és a munkát pedig mi végeztük rajta alapvetően legalábbis 95%-ban. Úgyhogy erről szólna ez az előterjesztés. Településemelőtési bizottság témája volt, átadnám a szót elnök úrnak. Régóta szerettük volna már ezt a közúttal átvenni ezt a feladatot, mivel mindig a településüzemeltetési intézmény többnyire a településüzemeltetési intézmény végezte a síkosságmentesítési feladatokat. Amióta a Nagycsanádék telepítésre kerültek, azóta már a fűnyírást is egész szezonban mi intézményünk végezte, nem a közút, úgyhogy reméljük, hogy elfogadják, hogy jó lesz a pályázatunk, és anyagilag is támogatják ezt a tevékenységünket, úgyhogy támogattuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem készfelnyitásra szavazunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. Lakossági kérelem a 260 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú csatornapart bérletére. Ezek még mindig az 500 forintos telkekre érkeznek, de gondolom, hogy lassan már most betelik a telkek száma, vagy elfogynak az üres telkek. Veselényi utcai lakos szeretne a saját háza háta mögött 500 forintos telekből 5 évre bérelni. Település az Emeltetési Bizottság támogatta egyhangulag. Aki elfogadja, kérem, akkor szavazzunk róla. Köszönöm szépen, és a telektulajdonosnak meg jó munkát kívánunk hozzá. És a Szent Andrási Híradó 2023. évi megjelenése. Itt ugye nagyon sokat beszéltünk a híradóról, hogy hogyan tudnánk beépíteni a költségeit, hogyan tudnánk mégis megtartani valahogy, és aztán a Gazdasági Bizottság a gordiuszi csomót átvágta. Átadnám a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen. Több variáció is felmerült a újsággal kapcsolatban. Egyhangulag az újság megtartása mellett azt javasolja a bizottság, hogy maradjon az újság. Voltak olyan ötletek, hogy online formában, de mégiscsak a Szent Andrási idős emberek szeretik a kézzelfogható dolgokat, tehát hogy ezt az újságot ne online formában jelentessük meg. A költségvetésben javasolja a bizottság betervezni havi 1500 példányban, 8 oldalas fekete-fehér formában és a legkedvezőbb ajánlatot adó nyomda kiadásában. Vannak még tervek a költségcsökkentés ügyében, reklámfelületek megjelentetése, helyi vállalkozók bevonása. Eleve a településen lévő rengeteg turisztikai szolgáltató vagy szálláshelyet, mind az összes piaci szereplőt szeretnénk megkeresni, hogy az újság kiadása rentábilis legyen, tehát ne kerüljön sok önkormányzati forrásba, hát bízunk benne, hogy sikeres lesz, és mindenki megelégedésére szolgál, megkaphatja az újságot, úgyhogy ez volt a bizottság javaslata. Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Úgy gondolom, hogy végülis a bizottság mindenki megelégedésére döntött. Tény is való, hogy komoly anyagi kérdés volt, tervezni kellett, de én úgy érzem és úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy a híreinket el tudjuk juttatni a lakosokhoz írott formában is. Noha már itt a 21. században sokszor azt mondják, hogy kezd elavulttá válni az írott sajtó, azért ez ebben a formában nem igaz, tehát nagyon sokszor a kézzelfogható dolgok fontosabbak, mint az online térben elszálló dolgok. Meg az áramszünet esetén is olvasható. Rendben, egyetértünk benne? Aki elfogadja, kérem szépen, akkor készfelnyitásra szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Magam részéről én még annyit szeretnék a mai ülés végén mondani, hogy lezajlott ugye az András napunk, a hétvégén lezajlott az első adventi gyertyagyújtásunk szárazon és vízen is. Nagyon-nagyon szép a vízi adventi koszorunk, és én innen szeretném megköszönni magam, illetőleg a képviselőtestület nevében is mindazon civileknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, intézménynek, képviselő kollégáimnak, akik segítettek itt az adventi koszorú, advent körüli események létrehozásában, illetőleg a vízi adventi koszorú megalkotásában. Én úgy érzem, hogy Békés Szent András méltó módon
kezdte el az adventet és a várakozás időszakát. Én a bizottságok munkáját nagyon szépen köszönöm. Megkérdezném, hogy van-e valakinek bejelenteni valója a képviselők közül? Parancsoljat kérem. Nekem csak egyetlen kérdésem lenne érdeklődni. Szeretnék, hogy a legutóbbi testületülésünk között felmerült az a kérdés, hogy a Darehet keressük már meg avval kapcsolatban, hogy kik azok a ingatlan tulajdonosok, akik esetleg nem fizetnek szemétszállítási díjat, mert felmerülhet az a gyanú, hogy esetleg a kültéri szemetesekben azok helyeznek el kommunális hulladékot. Tudjuk, hogy a kültéri szemetesek nem azért vannak, hogy ebben helyezzük el a hulladékot. Igazából most nem gyanúval szeretnénk érni, mert nem mindenki gyanús, csak egy kicsit esetleg tisztán szeretnénk látni, hogy mert természetesen az, aki nem lakik az ingatlanban, vagy csak időszakosan, akik természetesen nem az, de igazából úgy néz ki, hogy van olyan, aki nem fizet szemétszállítási díjat, felmerül az a kérdés, hogy akkor hol helyezi a szemetét. Az vagy a külterületen helyezi el illegálisan, vagy belehelyezi ide a szeméttárolóba, és meg szeretném kérdezni, hogy történt valami előrelépés ebben kapcsolatban a Darek által. Folyamatban van, én kértem egy egyeztetést, egy személyes megbeszélést az ügyvezető asszonyon. Én úgy gondolom, hogy ez nem telefontéma, tehát nagyon remélem, hogy december hónap folyamán ennek a végére tudunk járni. Tehát ennyi előrelépés történt. Illetőleg, ha már Darek még egy másodpercnyi, megkértem intézményvezető urat, hogy még a december első két hetében, igaz, hogy november 30-ig volt a zöld hulladék átvétel meghirdetve, megkértem intézményvezető urat, hogy december első két hetében, két hétvégéjén, szombatján még tartsuk már fönn ezt a szombat délelőtti zöld hulladék átvételt. Nagyon sok fán van még levél, és nagyon nagy igény mutatkozott a lakosok részéről arra, hogy használják is ezt a dolgot. Tehát igazából december első két szombatján még lesz ott ügyelet, és át lehet adni a zöld hulladékot. Ennyivel meghosszabbítottuk a dolgot, ezt szerettem volna még elmondani. Szuper, ez nagyon jó, mert én is azt a visszajelzést kapom, hogy sokan használják. Abszolút. És legalább ne lesz sem kintre viszik. Abszolút, abszolút jó, én is úgy gondolom, hogy jó. Van-e még esetleg bármi egyéb? Akkor a nyílt ülésünket zárt ülés fogja követni. A zárt ülés egyetlen napi rendi pontja a munkabér megállapodás, és akkor ezzel én a nyílt ülést lezárom.